Jó színösszeállítás. Igen, 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 igen. És megjött Raspberry is, akit hétfőn feleségük kértek élő adásba. Az, nagyon, az eljutott az nagyon, hozzá egyébként? Nem tudom, nem, de átküldöm. Nem küldtem át. Na, ugye, hát ez lesz a 14. mérkőzésük egymás ellen, hivatalos mérkőzésük. Az elsőt még 2010-ben egy Player Championship fordulón játszották Ausztriába, és az Peter Wright nyerte, és egyébként 12-1 arányban vezet Peter Wright, tehát egyetlen egy mérkőzést tudott eddig Krisztóf Ratajszki megnyerni Peter Wright ellen. Még 2020 februárjában szintén egy Player Championship fordulóban a negyed döntőben győzött ellene 6-2-re. Az összes többit az Peter Wright nyerte. Ugye ne felejtsük el, hogy a World Matchen játszottak egy szenzációs mérkőzést egymás ellen, amit szintén természetesen Peter Wright tudott megnyerni. És a mérkőzés most Ratajszki kezdi, ugye ugyanúgy 3 szettig tart a dupla beszálló. És hát eddig ez egy üres kör. És nagyon jó, mert ahogy látom, másfajta nyilat használ Peter Wright. 120-as kiszálló, vagy beszálló, kiszálló. Na, itt viszont jön most a negyedik nyíllal a dupla. Harminc pont, 109-re. Kilencvenhárom. 299-re megy le. És megint nem értem egyébként Peter Wright-ot, hogy olyan jól repültek azok a nyilak, amivel játszott az előző meccsén. Ratajszkit lehet meg egy egyes. Viszont jön váltásra a tripla 19. 115. Hatvanas. Ó, ez nagyon jó, benne a triplába, második milyen jó kamerálás ez. 98. Második nyíl benne a triplában, áll tőle is, 100-as. 86-ra jön Ratajszki, tripla 18. Ajaj, 83, 51 kell, tripla 17. 66 pontja van, tripla 10 vagy bull. Bullt választja, marad 41 a 25-össel. Dupla. Benne van is a dupla 20. Ó! Nagyon szeretem ezeket a dupla-duplákat. Igen. 9 és 32. Na. Nem tudja bedobni.
Egyvelre itt a lehetőség meg a breakre. 19 nyilas leg. Igen, ne felejtsük el, tényleg, hogy ő most a világ első. Jelen pillanatban. És már az is fog maradni. Hogyha ezt a mérkőzést nyeri, akkor biztos. Ugye azért Peter Wright, igen, mert Gervin Price vezetett, csak ugye a torna előttől levonták a 2000-ben a győztes összegét, ugye 2020-ban, bocsánat, megnyerte Gervin Price. 152-es kezdés, gyönyörű volt. Megnyerte a World Grand Prix-t. Ezért 110 ezer fontot vontak le tőle. Váltás 19, 96, nagyon jól áll most hátsó pályán, Letajski. Na, 180! Megjött az első a meccsen. Letajski vissza. Ott van, 180, a második. Ott van, egy maradt, 73-ról Letajski. Igen. Hetesbe megy? Igen, 52-je van. Tripla hetes. És a 32. Bedobja! Vissza tud brékelni azonnal. És hozzá nem is akárhogy, mert ugye ez egy 12 nyilas leg volt. Gyorsan kijavította az előző hibát. A lengyel. De most rá segít még egyszer, hogyha nem száll be. Beszállt az utolsó nyillal, meg sikerült megdobni a dupla 16-ot. Nyolc van. Áj, ez egy ötös. Sima 19 kell a tripla neki, de nem jön, 43-at dobott. Százas. Az már benne a triplába kellene még egy Letajskinak. 100 pont megint. Válaszként. Peter Wright kezd összerakni magát, ahogy látom. Ez kár volt mondanom, mert azonnal 83 lett belőle. Megint szansz van arra, hogy újabb bréket lássunk, és eddig csak brék volt ugye a mérkőzésen. 140, 98-ra megy le. Énekel a közönség, ilyen nem is volt még a meccsen. Hát ez nem volt jó kör a 38. 78 van tripla, 18-as. 58-al lemegy 40-re Peter Wright, de biztosan lesz még három nyila. Nagyon magasan fönt még 229 ponttól a lengyel. Be is dobja, újabb rék.
16 nyilas leg. Pedig ez a break match, úgy hívják mindenki. Azonnal sikerül beszállni a Peter Wright-nak. A második nyíl is jó. Oho, 115. Nyolc. Jó, az is, mert dupla. 31-nél járunk. Soroztak a triplák egymás mellett. Na? Na most rákapcsolt Peter Wright, úgy néz ki. Százas. Pedig jó lenne, hogy Ratajskinak is jól jön a játék. Izgalmas, hosszú meccset tudjunk megnézni. 140. Százas. Ugye 156 eddig a tornán a legmagasabb kiszálló. Jól emlékszem, akkor Duiven volt, dobta. 140-nel nem egy baby fishre Ratajski. Gondapor rájut a vállal a Peter Wright-nak. 60. Mit csináljak? Mint ha más tettne róla, hogy úgy álltak ott a nyilak. Hogy hívták azt a... Mikor... Vitéz... Nem. Vitéz László. Vitéz László, abba mit csinálsz? Emlékszel? Hát az a mi gyerekkorunknak. Igen, abszolút. Hú, de jó volt. Báb. Igen, a kemény Henrik, az, igen, kemény Henrik. Nagyon szép, az is. Oh, 126 dobott. De itt csak breaklegek voltak, nem? Eddig csak az volt, igen. Na nézzük Ratajskit, a sima... Tripla 18, és ráment arra. 18. Hú, de szerettem azt a Vitéz Lászlót. Hát nem ma volt, emlékszel? Mi? Már lehet, hogy nem is emlékszünk rá. Volt valami mondata. Most azt próbálom, mindenki tudom ezt. Hármat dobott. Dupla 20-ra kell, hát állsz ki az újabb rékért. Oly, arrébb tolta a drótot szinte. Nem tudja bedobni. Igen, a dupla 1 kell. Szervusztok, pajtikák. Ez volt, igen. Nem tudja megdobni. Begoldja! Újabb break! 2-2! Na, pajtikák! Csak break volt. Jé, lesz az első. Csak break. Na, pajtikáim! A Zseb TV-t is bírtam. Móka Miki. Megvan a beszálló, 32... 92-vel a kezdés. Dupla 20. Na. 120.
Két sima 20-as. 97. Van a triplában, talán a 19-esben. Száz. Most araszolás van. Igen. Na nézzük Peter Wright-ot, le tudom menni két tripla, két tripla kell, nincs más. Így. Így nem megy le ki szállóra. 100-as. 181. Natalski még így benne marad a legben, ő érhet előbb ki szállóra. De kellenek hozzá triplák, le kéne mennie 100 alá. 120 maradt. Az jó. 45. Ja nem, tripla hetet szeretett volna dobni, de így is jó. 127. 54 maradt, 120, egy szektor. De kell a tripla bele. Az meg is van. Na? Dupla 20 kell az utolsóra. Nem tudja bedobni, pedig ott volt a szetnyíl. És 54-re Peter Wright. 14-es. Na most a dupla 20-ra. Bedobja. Megoldja. Övé az első szett. Egy pici pihenő. És aztán jön a második szett. Na hát ugye nem sokára kezdődik a második szett, ugye az elsőt Peter Wright nyerte 3-2 arányban. Ugye ez azért érdekes, pedig csak break leg volt a mérkőzésen. Nem sikerül eddig első kettőből beszállni a Peter Wright-nak, sőt, az első körben sem sikerül. Úgy megint nagyon közelíthetünk a felé, hogy a hatodik leg is break leg legyen. 52. Megint nem jó, a negyedik nyílse a duplába. Ötödik már igen, jött a dupla 18. 56. Nagyon jó, ott az első nyíl, a második lecsapódik az egyesbe, de 121-et így is kihoz belőle Ratajski. Száznegyven. Ja, mit mondtam? 12-1 arányban vezet a hivatalos mérkőzéseken, 135. Peter Wright Ratajski ellen. Nagy számok törvény alapján bekövetkezhetne, hogy Ratajski nyer. De eddig Peter Wright jól ki tudja használni Ratajski hibáit. 83. Hatban. Nem tud lemenni kiszállóra. Nagyon közelítünk, mondom, még a hatodik breakhez. Hetvenkettő pontnál jár. Százas, 86-ra megy le, 60 pontot nézzük le Tajski a brékért, hogy meglegyen a hatodik brék a meccsen, a hatodik legben. És már pedig ez is brék. Csak brék volt.
Most meglátta, ezt ki nem tud beszállni. Lehet, hogy a meccs után egy valami breakdance csapatot fognak alkotni. Oda néz, eddig nagyon jó. 160! Szas. 117. Azért egyébként a negyedik. Ötödik alatta van. Azért Rászberéknek sincs. Rászberéknek is nehéz dolguk van, mert ugye már hozzá vannak szokva valami, ez is ugye át kell állítani az embernek a fejébe a számolást ilyenkor. 85. De nézd, visszacserélt a nyilait egyébként, 140, látod? Ezzel játszott egyébként az előző meccsen, és gyönyörűen repültek neki, de most átcserélte. Látszik, ott vannak az előző nyilak lent. Csinálja ezt. Nem is Peter Wright lenne. 165-re marad, ami nem kiszálló. Tripla 17, 19, bocsánat, megvan, és a dupla 12. Ajjajjajjaj. Alá dugta. 12 pontja marad. Ötvenhét, 108-ra megy le. És a dupla 6. Beton. Megoldja. 13 nyilas leg. És a változatosság kedvéért milyen leg volt? Break. Bréko, bréko. 7 leg, 7 break. Dupla 20 megvan. Az is jó. Ó, 115-ös. Én is már 135, persze. ...92-vel tudott beszállni. Ratajski. Ó, nagyon jól játszik most Peter Wright. Most... 100-as. 90,8%-os átlaga van Peter Wright-nak is. 81,94%-os pedig Krzysztof Ratajskinak. 9, vagy 100-as első 9 nyila van Peter Wright-nak, Ratajskinak pedig itt van pont, amit mondtam az előbb. Ugye az az 57 nem tett jót neki. 83-mal. Az jó. Bizonyám. 180! Ez nagyon jó. A keleti blokk. Igen. Igen. 140-nel 32-re kerekít, 63-at kell megoldani a Peter Wright-nak, vagy megint egy újabb bréket láthatunk. Tripla 13. Nem jön. 10-es. És a dupla 20. És bedobja! Itt az első nem brékleg. Saját kezdésből. 15 nyilas volt. Ó! Nem tud beszállni, nagyon közel lehet így a 2-0 szettekben, főleg így. Wow. 120. Jó hátsó pályás kezdés, főleg úgy, hogy Ratajski nem tudott beszállni. Negyedik nyillal megvan neki. 71.
kell. Bátran is be is jön. Ja, azért nem értem egyébként a 32-es kezdés, mert 32-es kezdése hiába dob két tripla 20-ast is, de nincs 9 nyilas. 177! És ez, főleg amikor kezd az ember még, akkor valahogy elmegy, de hátsó pályán, tehát biztosan nem fogsz tudni nyerni. 180! Ú, de jó leg. És más 60. Lehet 11 nyilas. Figyelj, most nagyon elkapták a fonalat. 99. Igen, és 32. Nincs meg. Na most egy 154-es. Jó. Az nem jó. 74 pontja van. Az jó, az marad jó. 32. És oda megy. Át 22-vel. Csak hát Peter Wright a szettért dobhat. Dupla 4. Nem tudja bedobni. Lehet egyenlíteni. Natájszkinek a dupla 16 az nem szokott gondot okozni, de most neki se jön. Még egy. Bedobja. 2-2. Ő is hozta át egy kezdést. Nagyon kellett neki. Meg a lényeg. Igen, ő kezd. Ez viszont egy rossz nyíl. 65. Ezt is el lehet nevezni gonosz nyílnak, ahogy Laci mondaná. Megvan a második nyíl a beszálló. 100-as. Jobb kezdés hátsó pályán. Ott van. Látjuk, hogy itt a második szettben mennyivel kiegyenlítettebb a játék. Oda néz. Mindjárt összerakta magát, 139. Gyönyörű, 128. Lent van kiszállón, hátsó pályán. Na, kell még egy tripla. 100-assal is kiszállón van, 142 van, 134-re letájt ki. Mit fog választani? Mindig próbálta kettőzni a triplákat ilyenkor. Az nem jön, 63 pontja van. Tripla 13 vagy tripla 17. Az bedobja, marad a 24. Gyönyörű, 118 volt. Ja nem. 110. Ez a 142 nem megoldható. Lett volna. Pláne. Na. Lehet egyenlíteni a dupla 12-vel. Nem oda. Dupla 6. Nem tudja bedobni. Ez nagyon nagy hiba volt. Ahelyett, hogy egyenlített volna, kétszettes hátrányba kerülhet a lengyel. Van 17. Egy nyíl a dupla 20-ra. Neki sem jön. Visszakapja a sanszot. Ratajski dupla 3. A csípi egyébként a dupla 3-at. És dobja.
Hát ez 1-1. Igen. Eddig lehetett volna 2-0 is, sőt, lehetett volna korábban is 1-1. No. Kis pihenő. Kivéve 3-0-at nem lehetett volna. Ugye jövünk vissza. Egy-egyre áll Peter Wright és Sofratajski. Nem egy pörgős meccs, de ez talán inkább azon érezhető, hogy két viszonylag megfontolt dobó játékosról van szó, tehát egyik sem Michael Smith. Igen. ...52-vel sikerül megoldani. Beszáll Peter Wright is. Igen, volt egy olyan pillanat a mérkőzésnek itt a második szetben, amikor azt gondoltuk, hogy Peter Wright beindítja a nagy ágyút, és... De aztán utána több volt a hiba, ugye duplára is megvolt, szetnyila is volt. Mikor a Tajski megérdemelten hozta azért a második szettet. 140. És most jelen pillanatban úgy állunk, hogy ugye 10 leg volt, és a 10 legből 8 break. Break volt. 100-as. Hatvanas. Jó, igen. 137. Ojojoj. Nem tudom, miért van az az érzésem, de most úgy érzem, hogy nem lesz, nem biztos, hogy ezt a mérkőzést Peter Wright fogja nyerni. De nagyon szép, dupla 8, vagy dupla 4, bocsánat, az mellettem alatt 8 pontja volt, igen. 56-ra dobta 48-at. Kilencven, 87 maradt. Na, újra a dupla 4. Megoldja! Egy nullára vezet, hozta a saját kezdését. Lengyel, az nagyon messze van a dupla 20-astól. Az is. Harmadikkal megvan, 40 pont. Be! Beledobta. 60. Jó szállnak be, nem? Nem volt. Volt már a kör, hogy valaki... Hogy nem... Ugye első körben nem volt. Volt olyan. 60. Volt. Jó memóriád. De Peter Wright kimagaslan jól beszállózik. Kilencven kilenc. Ki kell állni az első tripla 20-as után, azt nagyon fölé húzza. 100. Oh, tripla 3-asba csúszik a csücsökbe. 86 lett így a dobás, de így is van pont előnye Lengyelnek a hátsó pályán. Nagy meglepetés lenne, hogyha megint lenne egy break, hiszen olyan kevés volt eddig. 140. Kiszálló. Ugye 63 pont volt a mérkőzésen Peter Wright legmagasabb kiszállója, és 73 Ratajskié. 135. Maybe you require 161.
Az nagyon jó. Tripla 17-es, az alul, nem. Viszont nincs meg a lehetőség a kiszállóra már. 2-0 lehet. Na, ebből nem lesz. Így. Lászhatja van. Két nyíllal az nem kiszálló. 46 pont. Szép. 2. 18, dupla 9-el lehet majd befejezni, ha... Nem, azt mondom. Végül egyszer jól számoltam, akkor is. Jól számoltam, nem tudom, miért írtak 18-at. És értettem, mindegy. Dupla 16, dupla 8, a 2-0-ért. Bedobja! Megoldja! Jobban áll most már a lengyel. Peter Wright pajba lehet most. Ugye több szünetünk nincs már a meccsen. Segít neki Ratajski. Beszáll az utolsó nyillal. Miért népszerűbb a dupla 16? Nem tudom, de még egyszer mondom, számisztikailag azt szeretik jobban, abba bíznek jobban, valószínűleg így, de nem lehet 9 nyilas dobni. Na nem. 32-es kezdéssel. Nem nagyon segít most Ratajskin az, hogy Peter Wright nem bírt eddig beszállni. Igen, most egy tripla 20-assal még be is előzi őt, nem? 60. Na, gyerünk. 180! Kellett nagyon. Az is jó volt. Egyes, meg egy 20-as, nem fog tudni kiszállóra jönni, 40 pont. Ó, ez nagyon nagy hiba volt Peter Wright-tól. Azt a Ratajski is dob egy egyest. Ez viszont jó helyen. 81. De az kiszálló, mert 160-a marad. Á, de majd most figyelj. De most jót fog dobni. Uh-huh. De ez már jó. 180! Ebből nem lesz kiszálló. Na nézzük a 41-et. És a dupla 20. Bum! Megoldja! Break! Visszajött. Kezdett ugye, 140 utána. Megint nem szállt be. Nagyon jó, nagyon jó.
140-121 maradt. 112-vel be tudott szállni. Nagyon jó, és a dupla 18. Ó, és nem dobja be. Mondjuk agódja, nem kell, hogy elnézem. Nem, ám bizony. Na 8-ra. Megoldja. Kettő. Vagy nem biztos, hogy beszáll. Aha, valamilyen, lehet, hogy a szempillája beleért a szemébe. Második tripla, nyilván már benne van a triplába, 100-as. Százassal 245-re megy le Peter Wright. Hatvanas. Nem tudott lemenni így. Kiszállóra 132-re biztos hat nyíl van rá Tyskinak. Nem ment rá búrra. 112-nél jár most ezzel a 20-assal. 92, már nem tudja honnan kéne dobni, megnézi onnan, oldalról talán bemegy. Nem dobja be, 72-je marad. Igen, az egy, hát ez ötös. Hát. 45-öt tudott dobni csak. És a dupla 20. Nem tudja bedobni. 140-re jön Peter Wright. Extra kéne ahhoz, hogy hozza ezt a szettet. Ebből nem lesz 140-es kiszálló. Maximum még 40-re tud lekerekíteni, de az sem jön. 85 a maradék 55-tel. Dupla 10. Szettér, dupla 5. Bedobja!
Uff, te örült neki rá Tajski. De Peter Wright. Ne felejtsük el, egy óriási nagy küzdő. 56-os kezdés. Száber a Tajski. Ezek nem férnek bele egyébként. Pedig most a rácsadó olyan hű, de jó, azért most egy tripla jön. Kettő volt a dobás. Kíváncsi vagyok, hogy fog játszani Peter Wright hátrányból. Tripla van, de 90-et ér. Ugye eddig a tornák történetében Peter Wrightnak egyszer sikerült döntőznie. Gerventől kapott ki 2018-as World Grand Prix. 134 közben Ratajskitól 155-re megy le. 5-2 arányban. Ott a maradék. Ebből nem lesz 155, ugye tripla 20, tripla 19. Dupla 19 lett volna megoldás rá az egyik. 97-tel 58 a maradék. Na 56-ra. És a dupla 20. Betul. Megoldja. Elsőre megvan a lengyelnek a beszálló. 72. Nem jön a dupla 20. Második jó. Kéne rá egy tripla is. Meg is jön. 100 pont. Nagyon szép volt, látszanak az átlagban a különbségek. 100-assal 161-re megy le. Gyönyörű volt, 125, marad a 36. Nagyon fölragadt, 130, 160 pontja van, de elsőre bedobja 36-ot. 13 nyilas leg Peter Wright-tól. És minimum egy 100-os kezdésre szüksége lenne.
Ha föl szeretne zárkozni, ez fölötte van. Az már jó. És meg is van. 100, bizony. Másodikra megvan. 20-as. Nem jön a tripla, 52 a dobás. Hm. 55. Épp mondani akartam, hogy szüksége lenne Peter Wright-nak most 180-ra. Nagyobb előnyt tudjon kicsikarni magának. Nagyon jó zárkozik a lengyel. Ratajski is egy óriási küzdő. Igen, ott a két tripla. 180! Igaz, nincs kiszállón, de Ratajski se tud lejönni kiszállóra, még hogyha 180-at dob is. Akkor sem, második fölötte, de legalább a 140 kéne, meg is jön, 140. Aj. 17-es. Megjön a tripla. 74. Ez most nagy hiba Ratajskitől. Igaz, jön a tripla, utcas a végén, de így is 124 marad. Szektorhiba is, tripla semmiért. 32, ilyen van még, megoldja két nyilla. 3-0. Igen, nagyon könnyed. Hirtelen megrázta magát Peter Wright. Hát döntő szett itt is. Még a beszállókkal nincs gondja Ratajskinak, de azt a igen. Folytatás az nem olyan. 47-es itt csak. Na. Hoppá, váltani fog 32-re. Be, azt viszont be is dobja. Hoppá. Nagyon jó most. 140. Nem tudott valami nagy teret tenni most Ratajskira. Megint jön a tripla. ...137, 170, kell a 180 Peter Wright-on mindenféleképp, kell a 180, meg is dobja! Fontos volt nagyon, mert Ratajskinak le kéne menni 100 alá, váltani fog. Oly, az egy 7-es, és a 18-asra... Csak 45 lett így, 132-je marad. Az nagyon jó az első nyíl. Levált 19-esre. 137-es, marad a 94. Na nézzük. Búra kell kezdeni. 12-es lett. Nem talált el a búrt, ez egy nagyon rossz dobás volt így. 92, 40-re kerekít. Rá kell menni a tripla 18-a, sokan ilyenkor búra kezdenek, de rá kell menni. Bedobja, és a dupla 20. Megoldja két nyilla. Ez a két nyilas kiszálló még jobban húzhatja Peter Wright-ot. Ez egy break leg azonnal. 14 nyíl. Utolsó nyillal sikerül beszállni a 40 pont. Ratajski elhúzhat. Nem szabadna most hibáznia.
Meg kéne próbálni azonnal visszabrékelni. És nem tud beszállni. Ez nagyon jó. Megint nyilat cserélt egyébként. Egyfajta ez... Nem is hiszem. Ó, 109. Közben mi halljuk ugye az angol kommentárt a fülünkre, és valahogy a szolgálati közleményeket igen, is hallgatjuk, halljuk, amit Mádölék beszélnek, igen. Igen, meg a Follett. 180! Most nagyon nagy előnybe. 90. Ez volt a 7. 180 egyébként a Peter Wright-nak, kettő volt Ratajskinek. 9 a meccsen. Igen, az nem kevés. 99-el csak 293-ra tudott lemenni az ötös után. Nagyon jól korrigál, 125. Hú, most kéne valami nagyon-nagyon jót dobni a Ratajskinak. Nem jön a tripla. Nem, már nem hiszi el, 58. 56-ra. Még azért hibázhat kiszállót Peter Wright. Sék. Ó, 46. Teljesen más lett volna, hogyha most kiszállóra tud dobni Ratajski, de nem tud, mivel 235 nem kiszálló, ugye volt nullás köre a beszállónál, aztán ez az 58 sem jött jól előtte. Azonnal megoldja Peter Wright, 16 nyilas leg. Nem hibázhat Ratajski mostantól kezdve. Zsinorba három leget kell nyerni, ha tovább akar jutni. Második nyíra megvan a szálló. De nem jön megint. Nem, igen, és a 52-es kezdések vannak. Tehát most még az se... Most nézd oda. Nem. Az sem... Lényegében fogyaszthatja a pontokat, de olyan kevés a... Nem száll be. Hogy még lehet, hogy ez se, még lehet, hogy ez se probléma. Tehát triplákat kéne dobni, és nem jön tripla. Váltásra sem jön, át kell menni 18-asra, ott sem jön, 57. Látod, most, igen, mert most dobott oké. 109 pontot beszállóra, ami most, és most beszáll, bármikor és meg lehet oldani. Meg lehetne oldani. Ha ez egy ötös. De az már ott a itt van 105, igen, és hát ugyanúgy állnak. Teljesen egyformán, és egy kört eldobott úgy, hogy nem volt értékelhető pontja. És ugye lelkileg ez húzhatja 80 pont. Ugye Peter Wright-ot, ilyenkor szokott általában 180-at vagy 140-et dobni. Igen. Most ott úgy néz ki, hogy ott a 180! Vissza kell dobni a 180-at. Tizedik. Vagy 140-et legalább. Neki a nyolcadik. Nagyon. Érzi rá Tászki, hogy jönnie kell nagyon, mert elmehet a meccs. 180 ez is. Sőr már kiszállón, de hát... Igen, de 132. 140, lemegy 76-ra. Nagyon nagy nyomás van most a lengyelen. Meg kell oldani az... Egy az ott van. Megvan. Az is dobja! Dupla 16! És 32-re! Kihagyja! Szenzációs kerekítés után képes kihagyni a dupla 16-ot, ami a kedvence. És most lehet, hogy a meccsébe is kerül ez. Igen, 76-ra Peter Wright, 16-os. És egy nyíl a meccsért, dupla 20. Bedobja! 3-0! Ő megy tovább. Ratajski búcsúzik, és mi is egy picit, és aztán felkészül Van Gerwen és Steven Bunting.